Köszöntöm nézőinket, Önök Telen a magazinunkat látják, Epegyesi Tíme vagyok. Mutatom, mivel készültünk. Kenyérszentelés felvonulás, augusztus 20-ai ünnepség a városban. Nagy boldogasszony búcsú, ének, szó és kiállítás. Sokféleség, az Aliszka Árt Művészeti Egyesület kiállítása. Az augusztus 20-ai ünnepség idén is kenyérszenteléssel, aratófelvonulással és koszorúzással telt. A délutáni program bensőséges hangulatot varázsolt a városba. Baksai Kenesei Éva ünnepi beszéde hangzott el a kenyérszegés előtt a Szent István parkban. Mindannyiunk életében igen fontos esemény születésünk pillanata. Ez a kezdet, amely meghatározza, hogyan is indulunk az élet útján. Nincs ez másképp az államok életében sem. A magyarság történelmében az államalapítás az egyik legfontosabb esemény és sorsfordító időszak volt. A fennmaradásunkat garantáló lépés. Az addig vándorló életmódot élő őseink életében nagy megrázkódtatást jelentett. A kor magyarjainak fel kellett adniuk szokásaik egy részét, eredeti vallásukat és életmódjukat. Át kellett vennünk egy új szokásrendszert és egy új vallást, a kereszténységet. Szent István annak idején a keresztény hit alapjaira építve tudott stabil viszonyokat teremteni. Egy erős, nyugati keresztény államot alapított. Döntéseivel végérvényesen kijelölte helyünket Európában. Vitathatatlan, hogy döntése jó volt. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy mi még ma is egységes nemzetállamként itt vagyunk Európa szívében. Első szent királyunk hosszú távra biztosította államunk függetlenségét. Az általa lerakott szilárd alapok még az ivataros századainkban, az idegen uralmak kilátástalannak tűnő helyzeteiben is képesek voltak megőrizni a magyarok szabadságvágyát, törekvésünket az önrendelkezésre, a függetlenségre. Tisztelt ünneplő közösség! Szent István annak idején Európát választotta. Az értékek Európáját. Kiállt az egyetemes keresztény értékrend mellett, s elfogadtatta ezt népével is. Visszapörgetve történelmünk kerekeit, jól látható, az elmúlt több mint egy évezred már számtalanszor bebizonyította, hogy a magyarság csak akkor lehet sikeres, ha országunk keresztény és e hit által egységes. Ha szétnézünk a nagyvilágban, jól látható a rosszul értelmezett, szinte korlátlan személyes szabadság, a szolidaritást, közösséget nem ismerő individualizmus, a szellemi, erkölcsi gyökerek megtagadása. Nekünk, akik a keresztény hitre támaszkodva a rendet, a biztonságot és a nyugalmat helyezzük a középpontba, nincs más dolgunk, mint Szent István egekben nyúló kőszikláit követve tovább menni az úton, még akkor is, ha ezért támadnak minket, maradinak tartanak.
A Humán Bizottság elnöke szavaival emlékeztette az összegyűlt tömeget az ünnepi napon. Egységben az erő. De talán soha nem volt annyira fontos a magyarság egységének megléte, mint manapság. Egységünk nélkül a nemzetállam megmaradása, szuverenitásának megőrzése elképzelhetetlen. Honalapító királyunk azért munkálkodott, vállalta a küzdelmet, hogy Magyarország a korabeli Európában függetlenségét megőrizve fennmaradjon. Rendet, kiszámíthatóságot hagyott örökül. A nyugati országokra tekintve láthatjuk, hová vezet a fellazulás, az európai értékek veszni hagyása, a kereszténység háttérbe szorítása. Gazdasági, demográfiai, erkölcsi és ideológiai téren is krízis jelei mutatkoznak nyugaton. Mi jól tudjuk, a magyarság az államalapítás óta eltelt időben a mostaninál sokkal súlyosabb kríziseket élt át, de mindegyikből győztesen került ki, mert olyan hagyományokkal, nyelvvel, kultúrával és életszemlélettel rendelkezett, amelyre a jelent és a jövőt lehetett építeni. Aki ugyanis megveti, amit megszabtak atyai elődei, az isteni törvényekre sem ügyel. Mert az atyák azért atyák, hogy fiaikat gyámolítsák. A fiak pedig azért fiak, hogy szüleiknek szót fogadjanak. Aki atyával szemben áll, Isten ellenségének áll. Nagy Norbert plébános szentelte meg a trikolós szallagokkal átkötött cipókat. Áld meg ezeket a kenyereket mennyei áldásokkal, hogy akik ebből lesznek, azoknak váljék, és kivetjük a rakodásukba és a bőségüket. Tartson távol tőlük mindenféle betegséget, és a gonoszfélek minden kísértését, ami úgy Jézus Krisztus által, aki nekünk mennyei kenyerünk, örök életünk és üdvösségünk. Aki veledél és uralkodik a Szent Lélek felelősségben, Isten mindörökre kérjük. Mert a Zoltán alpolgármester a hagyományok ápolásának érdekében a koszorúzók egyike volt. Augusztus 20-a Szent István új kenyér államalapítás ünnepe, több mindent ünneplünk, elsősorban Magyarország születésnapját, hiszen mint ezer évvel ezelőtt első királyunk István egy új útra terelte nemzetünket, országot alapított, és gyakorlatilag azóta óvjuk ezt az országot, tekintjük a miénknek, és ugyanez a kihívás jelen pillanatban mai magyar embereknek is. Megőrizzük magyarságunkat, megőrizzük országunkat, megőrizzük azt a keresztény értékrendet, amelyet István király hozott be a magyarok társadalmába. Erre az értékrendre alapul az elmúlt ezer évünk, a mindennapjainkat ma is ez alapján érjük, és ezt szeretnénk a jövőben is megőrizni. És tesszük, ünnepeljük ezt mindig az új kenyérrel, régóta, hiszen a kenyér az egy ikonikus és szent ételünk, eledelünk, nem csak a magyarsági, hanem a kereszténységé is, egyben a megújulás jelképe is, hiszen évről évre elvetjük a gabonát, megérik, learatjuk a gabonát, és abból sütünk évről évre, napról napra kenyeret, ami éltet bennünket. Ez egy összetett, nagyon szép ünnepe a magyarságnak, Magyarországnak. A Tolnai Nyugdíjas Szabadidő Klub volt az esemény főszervezője. Többek közt hideg frissítőkkel is várták a téren gyülekezőket. Nem is kis szerepe van a nyugdíjas klubnak, hiszen hosszú-hosszú évek óta aratófelvonulás keretében egy aratófelvonulási ünneppel tartjuk meg az államalapításra, az új kenyérre való megemlékezésünket. Igazából ez nem is megemlékezés, hanem szó szerint egy ünnep. Jól hallatszik ez mögöttem a zenéből is, a jókedvből is, amikor is találkozunk, megünnepeljük az új kenyeret, megünnepeljék országunkat, és erre egy falat kenyér mellett kocintunk is egyet. Csoka János névezetőjük beszélt az egyesületükről és az előkészületekről. A mi klubunk a Szabadidőklub, a nevében is benne van. Inkább szabadidőt, kirándulást, fürdést és bált rendezünk. Most jelen pillanatban 68 tagunk van, már 35 éve, hogy működünk.
és a Lovardának, a színház termének a színpadán ott van helyünk, és ott szoktuk megtartani a rendezvényeket. A másikat pedig van egy civil ház, és azt meg ott az összejöveteleket. Hát a teljes szervezést azt mi kaptuk meg az önkormányzattól minden évben, most már 25. éve mi szervezzük az augusztus 20-ai ünnepséget és a felvonulást. Hát kenyeret az sütettük, és kalácsot, és kuglófot is, ez így hagyomány nálunk, és akkor természetesen az önkormányzat által adott pálinka, bor és üdítő, ásványvíz is minden lehet. Hát ez minden magyarnak nagyon fontos, aki magyarnak érzi magát, mindegy, hogy hol él a világon. A Szent István Parkban az új kenyér elfogyasztása közben a tambura zenekar teremtett kellemes hangulatot. Most rövid reklám következik, maradjanak velünk! Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállítatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést is javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szentesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Ha vasárú, akkor Bajai és Fia Kft. Tolna. Finom, durva és horgonyzott lemezek, zárt szelvények, idomacélok, köracélok, varatos és varat nélküli csövek, bordás betonacélok, AD-hálók széles választékban. A megvásárolt szálanyagokat a helyszínen méretre vágjuk. Vegye meg nálunk a hegesztéshez szükséges húzalókat, elektródákat. Kínálunk még alumínium létrákat széles választékban. Ha anyagmozgatások gondja, vegye meg nálunk talicskáját. Ne feledje, ha vasárú, akkor Bajai és Fia Vasútvar Tolna. A Volt Patex területén. Telefon 74-es körzet 443-215. Folytatjuk is a Telena magazint. A településen mindig jelentős figyelem övezi a nagy boldogasszony búcsút. Idén sem volt ez másként. Augusztus 17-én kiállítással, kulturális műsorokkal színesítették a templomban az eseményt. Nagy boldogasszony ünnepe a búcsú napja Tolnán. A búcsú az a templom titulusa, akinek a tiszteletére, vagy egy személynek, vagy magának az Istennek valamilyen tulajdonságára szentelt templom, van egy címe a templomnak, és hogy ekkor ünneplik a templomnak az ünnepét, a templom születésnapja, a templom szentelése, vagy egyáltalán egy a búcsú ünnepe, és hogy ehhez kapcsolódnak különféle népi szokások, ilyenkor hazajöttek az elszármazottak, nagyobb ünnepség volt, ugye régi szokások mentén, attól függ, hogy ez őszre, tavaszra vagy nyárra esett, igyekeztek inkább jó időre szervezni, vagy olyan szentet találni, ami olyan időben van, ahol lehet csinálni valami jó kis fesztivált, népünnepélyeket, és ezekhez kapcsolódtak különféle szokások. Ma is itt a Tolnai templomban 10 órától már volt egy kis műsor, kulturális műsor, amiben egy képtárlatot nyitottunk meg, egy kis gyűjteményt, egy kis kiállítást szerveztünk ide. Juhász Ildikónak a műalkotásai, legfőképpen inkább angyalokról.
és utána egy kis ilyen-olyan énekek, egy kis beszéd, és most 11 órakor pedig kezdődik az ünnepi szentmise, amelyet általában igyekeztünk új misés pappal, aki most kezd, és akkor ott ő bemutatkozik, ő is így megismeri a helyi szokást, úgyhogy most a Mohácsi káplán Mihovics Sebastian fogja tartani az ünnepi szentmisét. És ezt követően itt a környékben itt a helyi közösségek egy kis vendéglátásról gondoskodtak, egy kis pogácsa, víz, egy kis beszélgetés, majd itt meghívott vendégekkel egy kis protokoll ebédet tartunk. Mihovics Sebastian tanítványom volt a Szent Mór iskola központban. A nevéből adódik, hogy horvátul is tud. Most a Mohácsi sokat fogja lelkipásztorolni kezdő papként. Úgyhogy őt most szentelték ez év júniusába. Úgyhogy ő Pécset tanult más vidékről, onnan is, Zalából jött, Dél-Zalából érkezett, és Pécset kapcsolódott be az egyházi életbe, és akkor ott a papi hivatását is itt érlelte ki, és akkor itt közénk állt Sebastian atya most már. Lelkével az örök dicsőségbe emelt, add, hogy mindenkor az odafönt valókra törekedj, és egykor vele együtt részesei lehessünk dicsőségeddel, ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélek egységben, Isten mindörökkön örökké. A jeles alkalmat megkoronázta Juhász Ildikó kiállítása, akinek képei jelenleg is díszítik a tolnai templomot. Tengericen születtem, ott nevelkedtem, Bodor Árpád tanított rajzolni, utána ő biztatott, hogy menjek a iparművészeti suliba, és akkor azt elvégeztem szövőszakon, utána fényképészetet tanultam, majd Pécsen, vagyis a Tolna megyei levéltárban dolgoztam 36 évig, és onnan jöttem nyugdíjba, a fotolabor megbízott vezetőjeként, és hát ott is nagyon sok kiállítást rendeztünk, a képeim és különböző illusztrációim szerepeltek a kiadványokban, és hát ott is kamatoztatni tudtam a látásmódomat, amit az iskolából hoztam magammal még Pécsről. Végül is én a Pécsi Művészeti Szakközépiskolába végeztem 75-ben, tehát a rajz mint olyan mindig hozzátartozott az életemhez. Most ez nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ilyen pompázatos, ilyen gyönyörű környezetbe állíthattam ki, és hát ide azért nagyon meg kellett válogatnom, hiszen ez egy templom. És nyilván olyan képeket próbáltam hozni, hogy méltó legyen ehhez a környezethez. Remélem, hogy sikerült. Angyalaimat hoztam, és hát próbálkoztam olyan képeket hozni, ami az egyházhoz, a hithez, magához kötődik. Így aztán Mária a kis Jézussal jelenik meg több képemen, a betlehemi misztérium, és hát az angyalaim, valamint a pünköst, és ott pedig a fő angyalok. Nagyon szeretem a grafikát, a tusz grafikát, de kitekintek másfelé is, tehát a színeket is használom, a pasztelt, ezek igazi ikonok, tehát maga a technika, az az ikontechnika, ami fa alapra elég bonyolult előkészítéssel készül, és tojástemperával majd lelakkozva. Azokat is elhoztam, és a tusz grafikáim között láthatóak. Egy angyalomat is elhoztam, amit úgy szőttem, és remélem, hogy mindenkinek tetszik. A technika nagyon változatos, a téma viszont ilyen egyházi jellegű, tehát ahhoz kapcsolódó, a hitélethez kapcsolódó. Ez a 6 tabló állt rendelkezésemre, és hát hoztam egy csomó képet, és a Veszeli Gáborral kiválogattuk, hogy szellős is legyen, befogadható, azon kívül mindegyik ideillő legyen. Ehhez az alkalomhoz is, ugye ez egy búcsú. Nagyon sok virágot rajzolok, mert a természet az vonz, és hát ez a belső
kép, ami kivetül. Legalábbis remélem, ez a célom. A hangulatos ének szó, meghitt beszédek és a kiállítási darabok mind hozzájárultak ahhoz a bensőséges atmoszférához, ami augusztus 17-én is átjárta az épületet. Az Aliszka Ártművészeti Egyesület nyári zsongás című kiállítását lehet megtekinteni a Művelődési Központban szeptember 10-éig. Az alkotók sokféleségéből adódóan változatos produktumokkal találkoznak a központba betérők. Berta Zoltán alpolgármester nyitotta meg a kiállítást augusztus 16-án. Beszédében Balogh Lászlóról is megemlékezett. Szeretettel köszöntöm én is az Aliszka Ártművészeti Egyesület által szervezett nyári zsongás kiállítás alkotóit, szervezőit, és nem utolsó sorban minden kedves érdeklődőt, reményeim szerint a jövő leendő művészeit. A kreativitás olyan drog, ami nélkül képtelen vagyok élni. Cecil Wilde-Mill filmrendező idézete néhai Balogh László mottója is lehetett volna. Mikor is 2011-ben életre hívta az Aliszka Ártművészeti Egyesületet. Laci tette mindezt azzal a céllal, hogy főként Tolna és Szekszárd környéki feltörekvő, kibontakozni vágyó amatőr művészeket felkarolja, részükre, alkotásai bemutatására, kiállításokat, tudásuk, gyakorlatuk gyarapítására alkotótáborokat szervez. Rotkai Zsuzsanna, a művészeti csoport vezetője mutatta be nekünk kiállításukat. Ő maga 6 éves kora óta alkot. Utoljára 3 éve állítottunk ki, és most sajnálatos módon az együttes vezetője elhunyt, és új vezetőségi tagok kerültek az együttes élére. Ennek a bemutatkozása a mai nap történik meg. Hát régi tagjaink is vannak, de sok újjal is gyarapodtunk, és talán annyiban változik az elmúlt évek kiállításaihoz képest, hogy sokkal szélesebb körű, sokrétűbb a bemutatkozás, és a művészeknek a tevékenységi köre egész más, mint ami volt 3-4-5 évvel ezelőtt, illetve 20 évvel ezelőtt, mikor megalakultunk. A gyöngyképek is, 2-3 alkotónknak is a mesterművei most kiállításra kerülnek, hiszen ez is egy új technika, és a pirográfia, ami mostanában bejött, a divatba jött, ennek is jó néhány darabját bemutatjuk. A pirográfia főleg fa lécekre, fára dolgozunk, faros lemezekre például, és vannak speciális égető részei, égető tűk, égető szerkezetek, amikkel belevéssük, beleégetjük konkrétan a fába. Ezeken javítani nem lehet. Tehát ha az egyszer bele van égetve, azért ez egy nagyon nehéz technika, mert ezzel javítani nem lehet. Az olajon lehet, de ezeken nem. Nagyon sokféle motívumot el lehet vele készíteni. Tehát arcképet, tájképet, alakokat, csendéleteket, sőt lehet kombinálni például akvarellel is, gyöngyökkel is. Most magamról beszélek, mert ezzel szoktam, de hát ki amivel esetleg kombinálja.
én általam készített tárgyakat, egyrészt a szobraimat hoztam, amik itt láthatók, főleg agyagszobrokat készítettem, és amik itt ezen a főfalon látszanak még innentől, akvarelek, üvegfestmények, pasztel, sejemfestmény és grafika. Ezeket hoztam, hát, hogy többféle technikát bemutassak az alkotásaimból. Iskolás korom óta rajzolok. Többféle táborban voltam, több festőművésztől tanultam. A főiskolán elvégeztem a szobrász tanszak első évét. Ador Jáni Endre tanítványa voltam. És hát a többit pedig az üvegfestést, a sejemfestést magamtól kísérletezgettem ki. Krasznai Dorina kreatív és sokoldalú. Egyik szenvedélye a tortakészítés. Másik hobbija a gyöngyképek megvalósítása. Erről is beszélt nekünk. Egy megadott kép, ami ragadós, ilyen ragasztós, és arra kell igazából a megadott színeket ugyebár rátenni. Igazából nagyon egyszerű az egész, ilyen semmi bonyolultság nincs benne. Meg hát nagyon szép utána, ugyebár virágokat, állatokat, bármit ki lehet belőle rakni, és hát így megrendelésre is lehet készíteni, hogy a saját arcképünket például kirakjuk, úgyhogy ez is motivált, hogy ilyeneket készítsek. 9 éves korom óta kezdtem igazából így a cukrászattal foglalkozni. Így csak a családnak sütöttem így eddig, bár volt pár megrendelésem is, és hát most fogok az iskolába menni, hogy kitanuljam igazából az egész cukrász szakmát, de nagyon szeretem már így dekorálni, igazából nagyon szeretek mindent, ezért is a gyöngyképeket is készítettem, úgyhogy igazából így a családban nem sütött így előttem senki, csak így valahogy nem tudom, jött nekem ez az érzés, és nagyon szeretem csinálni. Hát igazából több pasztelt készítettem, de a színeseket azért jobban szeretem, meg főleg az emeletes tortát, de igazából a dekorálás, amit igazán szeretek, bár azért sütni is szeretem, meg az ízekkel is szeretek így, hát így váltogatni őket igazából, és hát nagyon várom, hogy megtanuljam így rendesen a szakmát is, mert süteményeket is nagyon szeretnék majd csinálni. A virágos torták azok, amik így nagyon mennek így a mai világba, de például én az ilyen formatortákat nagyon szeretem elkészíteni, mint például táska, meg ilyesmi, ami már nem mondod meg róla, hogy igazából ez egy torta, és ilyet többet is készítettem, úgyhogy ezeket nagyon szeretem. Főleg képek alapján szoktam készíteni, videókat úgy annyira nem, de mindig képek alapján megnézem, hogy mi a mostani divat, és akkor az alapján próbálom csinálni. Az egyesület sok energiát fektet abba is, hogy fejlessze a gyerekeket, ösztönözze őket az alkotói tevékenységre. Én Kecserű Zolán vagyok, és ezt az oroszlánt készítettem, és a nagynéném hozta az Angliából, és volt egy lap, és az alapján raktam ki. Ezen kívül Zalán egy másik alkotása is megtalálható a teremfalán. Az a részdomborításom, és azt meg az voltunk, már nem tudom hol, és bementem egy ilyen terembe, és ott lehetett ilyeneket csinálni, lehetett festeni, rajzolni, de én legjobban a részdomborítást szeretem, mert az nagyon szép, meg nagyon jó is, és a másik feléről csináltam, és nagyon örültem neki, hogy lett az első részdomborításom. És mi van rajta? Hogy néz ki, hogyha ránézünk, mit látunk? Egy sárkányt. Önök a Tolnatáj Televízió Telena című magazinját látták. Tartsanak velünk legközelebb is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!